nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Változik a pécsi időseket segítő program, az enyhítések miatt módosul a papi. Trianoni emlékművet avatnak Vajszlón, a békediktátum 100. évfordulójára emlékeznek a településen. Elszaporodott a dió rovarkártevője, de lehet védekezni a dióburok forró légy ellen. Harmadik helyen zártak, nem hivatalosan a mohácsiak, emlékplakettet kapnak a játékosok és a stábtagok. Június 2-ától változik a papi program rendszere. A Baranyai megyeszékhelyen működő program a pécsi idősekért elnevezésű kezdeményezésbe két hónap alatt csaknem 900 pécsi idős jelentkezett. A nyári hónapokban azonban már csak hétfőtől péntekig vehető igénybe a szolgáltatás, és csak élelmiszervásárlást végeznek az önkormányzati intézmények munkatársai. Korábban más területeken is segítették az időseket, a kijárási korlátozások enyhítése miatt viszont csökkent az igény erre az otthoni ellátásra. Ezeken a korábbi felvételeken a program a pécsi idősekért elnevezésű kezdeményezés keretében vitték az élelmiszert önkormányzati intézmények dolgozói ennek a pécsi hölgynek. A papi programot március 20-án eredetileg abból a célból hozták létre, hogy az új koronavírus járvány alatt a legelesettebb, a betegségnek leginkább kitett pécsi polgárokat gyógyszerrel és alapvető élelmiszerekkel lássák el. A nyári hónapokban azonban változások lépnek életbe. Ez azt jelenti, hogy június 2-ától azok az idős emberek vehetik igénybe a szolgáltatást, akik elmúltak 65 évesek, és nincsen hozzátartozójuk, aki segítene nekik a bevásárlásban, ezentúl csak alapvető élelmiszerek vásárlására használhatják a munkatársainkat, és csak hétfő reggel 8-tól 16 óráig, és minden hétköznapon ugyanígy. A programban ugyanis több mint két hónap alatt összesen csak nem 900 pécsi idősnek segítettek az önkormányzat szociális területen dolgozó munkatársai. A kijárási korlátozások enyhítése miatt azonban többen is megkezdhették munkavégzésüket eredeti munkahelyükön. Ezzel párhuzamosan pedig jelentősen csökkent az igény az időseket otthonukban ellátó szolgáltatásra. Idén ünnepeljük a trianoni békediktátum 100. évfordulóját. Június 4-e emellett a Nemzeti Összetartozás napja is. Országszerte megemlékeznek az első világháborút lezáró eseményről, így Baranyában is. Vajszlón azonban még különlegesebb lesz ez az alkalom. A településen ugyanis egy emlékművet is avatnak, ami a békeszerződés aláírásának emlékét őrzi. A Széchenyi utca és a Kodolányi tér közötti területen kap majd helyet az alkotás. Az ünnepséget június 5-én 15 órakor rendezik meg a település. Az emlékmű, mint minden emlékmű, az emlékezés szolgálja, és egy 100 éves kereképforduló, aminek a tiszteletére föl fogjuk állítani. Maga az emlékmű egy dupla kopjafa lesz, amit Szatyor Győző, a faragó művész készít, és nekem van még egy nevet, akinek nagy köze van hozzá, egyet elkészült, Tamás István képviselő úr szorgalmazta, és rengeteget tett az ügyért. Akár 50%-os terméskiesést is okozhat a dióburok forró légy. A kártevő körülbelül 2012 óta van jelen Magyarországon, az elmúlt néhány évben azonban nagyon elszaporodott. Mivel a rovar a dióburokban táplálkozik, így az előbb-utóbb elfeketedik, így már csak akkor veszik észre a problémát a gazdák, amikor már baj van. Védekezni lehet ellene, ehhez megfelelő technológia és vegyszer szükséges. Így néz ki az a dió, amit a dióburok fúró légy tett tönkre. A kártevő lárvája a dióburokban táplálkozik, ennek következtében barnulni kezd a burok, majd végül elfeketedik, így idő előtt lehullik a termés. A rovar 8 éve került be hazánkba, mára pedig szinte az egész országban elterjedt. Elsősorban a kiskertekben, szorványokban okoz problémát, ahol akár 50%-os terméskiesés is lehet. Néhány módszerrel lehet ellene védekezni, ilyen az agrotechnikai és a növényvédőszeres kezelés. Az ilyenkor használatos vegyszer egy sárga színű ragacsos csapda, amivel először is megállapítható a kártevő rajzása. A rajzás csúcson kell beavatkozni, de mivel nagyon elnyújtott a rajzás, ezért 2-3 védekezésre is szükség lehet, gyakorlatilag szeptemberig tartanak ezek a védekezések. Az agrotechnikai védekezés tulajdonképpen azt jelenti, hogy azt próbáljuk megakadályozni, hogy a lárva bekerüljön a talajba, ott bebábozódjon, és a következő évben ugye egy fertőzési forrás legyen. Ezt úgy lehet megoldani, hogy a fertőző
kötött dióburkot, diót, ami lehullott, azt össze kell gyűjteni és meg kell semmisíteni. Ez történhet égetéssel vagy fóliatakarással. Ilyenkor a diófák alatt össze kell gyűjteni a talajba vándorolni készülő lárvákat, amiket ezután szintén meg kell semmisíteni. Bár Magyarországon 2019. december 14-e óta nem bejelentés köteles károsító a dióburok fúró légy, az elmúlt években nagy károkat okozott, ezért is lett drágább a dióbél. A kártevő kiirtásáért azonban nem a kormányhivatal a felelős, szögezi le Csizi Gábor. A hivatal abban tud segíteni, hogy a megfelelő növényvédőszerrel és technológiával rendelkező cégeket, vállalkozásokat ajánlja a gazdáknak, ugyanis a védekezést a tulajdonosoknak kell megoldaniuk. A harmadik helyen zárta a Csonka bajnokságot a Mohácsi Téje 1888 labdarúgó csapata a Baranya megyei első osztályban. Az MLS azonban nem hirdetett hivatalos végeredményt, a csapatok nem kaptak sem érmet, sem oklevelet. Ezért döntött úgy Pávkovics Gábor, Mohács alpolgármestere, aki korábban szintén a Mohácsi Téje színeiben játszott, hogy emlékplakettel jutalmazza a dobogón végzett csapat tagjait és a szakmai stábot is, akik a stadion modernizálásán és megszépítésén dolgoznak. Az alpolgármester díjas az utánpótlásban dolgozó szakemberek és a 132 éves MTE elnökségének munkáját is. Péntek délután összesen több mint 40-en vehettek át emlékplakettet a Városháza dísztermében rendezett ünnepségen. Nekem a labdarúgás az nem csak egy dolog, hanem az életemnek egy szerves része. Ezért gondoltam azt, hogy a mohácsi fiatalok, akik szép sikert értek el az elmúlt bajnokságban, igaz, hogy ez ilyen csökkentett bajnokság volt a végére, de egy harmadik helyezés, volt versenyben második az én olvasatomban, ez egy nagyon szép siker, és meg lehetne célozni talán más álmokat, magasabb osztályt is, ez a kis gárda alkalmas arra, és azt gondolom, hogy benne van ebben a csapatban egy felsőbb osztályú játék, annak a megmérettetését tudják szerintem vállalni, amennyiben a város ennek a kondícióit össze tudja rakni, ezen fog dolgozni. A régió híreivel folytatjuk. 5,5 millió forintból javíthatják ki a Szekszárdi strand élménymedencéjének burkolatát. Ács Rezső Szekszárd polgármestere szerint a szerződés aláírása után kezdődhet a kivitelezés, amivel június közepéig végeznek és július 1-ére kinyithat a fürdő. Áprilisban tartottak bejárást a Szekszárdi strandon, akkor vált világossá a közvélemény előtt is, hogy az élménymedence használhatatlan állapotban van. Hogy a csempék lejöttek vagy leverték, azt a rendőrségnek kell majd kiderítenie, mert Ács Rezső polgármester feljelentést tett az ügyben. Korábban volt olyan vélemény, ami szerint 100-120 millióba kerülne a strandnyitás, de végül 5,5 millió forintból megoldódhat az élménymedence javítása a szekszárdi fürdőben, ami elég ahhoz, hogy a strand kinyithasson július elején, mondta Ács Rezső polgármester még az épülő fedett uszadában tartott sajtótájékoztatón. Én azt kértem, hogy legkésőbb 7. elsőjével nyisson ki, de miután jogilag csak a város tudott lefolytatni közbeszerzési eljárást 3 pályázóval, ez meg is történt, ki lehet választva nyertes, 5,5 millió font is ajánlatot tett, és most már tulajdonképpen csak a szerződés kell aláírni, és át kezdődni a burkolás. A polgármester elmondta, elfogadták az élményfürdő által javasolt 3 lehetséges kivitelezőt, akiknek ajánlati felhívást küldtek, bár mindhárman szekszárdiak voltak, közülük csak egy vállalkozó jelentkezett a munkára. Ács Rezső szerint június 15-ig befejeződhet a medence javítása, utána próbaüzem, vízmintavétel, és július 1-én kinyithat a strand. A legtöbb osztály már újraindult a szekszárdi Balassa János kórházban, és ismét fogad járóbetegeket is az intézmény. A koronavírus járvány miatt bevezetett szigorú intézkedések egy része viszont továbbra is érvényben marad. Erről Németh Csaba, a kórház főigazgatója beszélt Kerekasztal című műsorunkban. Így például csak az Ybl Miklós utca felől léphetnek be a betegek a kórházba, az épület előtt előszűrést végeznek a szakemberek, és a látogatási tilalmat sem oldották fel. Emellett továbbra is érvényes, hogy a rendelőintézetben csak előzetes telefonos bejelentkezés után fogadnak betegeket. Előírás, hogy óránként csak 4 beteget lehet fogadni, ez nyilván egy bizonyos mértékben korlátozza a kapacitást, ezt majd a rendelési időnek a nyújtásával igyekszünk ellensúlyozni. Előírás, hogy csak előzetes telefonos konzultáció és időpont egyeztetés után lehet bejönni a rendelésekre. Ez azért is szükséges, mert sok mindent máshol találnak
hozzánk forduló betegek, mint ahogy azt az elmúlt években megszokták. Számos intézkedést hozott Dombóvár polgármestere annak érdekében, hogy minél kisebb veszteséggel járjon a koronavírus járvány a város számára, és helyreállítsa a város költségvetését. 60%-kal csökkentették a helyi buszjáratok számát. Az iskolák, művelődési házak szeptemberi újraindulásáig több dolgozót nem vagy csak 4 órában foglalkoztatnak. Az önkormányzat ezentúl több 10 millió forintot spórol egyéb költségek csökkentésével. Busz fordul ki Dombóvár fő utcáján. Ilyen járműből kevesebb közlekedik a városban mostantól. Mintegy 60%-kal csökkentették a helyi buszjáratok számát a kihasználatlanság miatt. A járat ritkításon 15 millió forintot spórolt a város. Pintér Szilárd polgármester azt mondja, erre az intézkedésre mindenképp szükség volt. A városban ma is csak jelenleg tömegközlekedésben 40% működik helyi járat, de azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, és rávilágítottunk, és kiemeltük a lakosságot előtt, hogy a helyközi járatokat is vegyék igénybe, hiszen azzal lehet pótolni ezt a kieső 60%-nak nagy részét. A sportegyesületek önként mondtak le a nekik szánt önkormányzati támogatás 25%-áról, ami nagyságrendileg 7 millió forintot tesz ki. Az önkormányzatnál a rendezvényekre szánt keretet pedig mintegy 50%-kal visszavágták. Ezentúl a konyhákat működtető integrált szolgáltató vállalatnál augusztusig 4 órás munkarendet vezettek be, tekintettel arra, hogy 1400 adag helyett 200 adag ebédet kell csak főzni. A művelődési ház és a könyvtár pedig bezárt 3 hónapra. A szeptemberi újraindulásig az ott dolgozók munkanélkül maradtak. Az óvoda 60%-on, a bölcsöde 90%-on működik jelenleg. Dombóvár polgármestere már akkor módosított a szabályokon és felemelte 5 főről 10 főre a csoportlétszámot, amikor még a kormányzati enyhítés nem történt meg. Már az első napokban ugyanis közel 100 gyerek érkezett az oktatási intézményekbe, és a szülők folyamatosan jelezték, hogy vinnék gyermeküket. Pintér Szilárd azt mondta, a racionalizáló döntésekre azért volt szükség, mert a város a koronavírus járvány és egyéb intézkedések miatt jóval kevesebb pénzből gazdálkodhat. Nagy kiesés például az 54 millió forintnyi gépjármű adó, de egyéb bevételektől is elesett a település. Ha 2021-ben sem az önkormányzatokhoz folyik be a Dombóváron mintegy 100 millió forintnyi gépjármű adó, az további kérdéseket vet majd fel. Azt fölött sem hunyhatunk szemet, hogy azok a vállalkozások, akik itt a válságban vagy a pandémiás időszakban nem dolgoztak, jövőre jóval kevesebb iparőzési adót fognak fizetni, mint ők tették idén. Tehát azt gondolom, hogy az a hiány, amely ebből a helyzetből és egy kormányzati intézkedésből következett, Dombóvár esetében is meg fogja adni 200 millió forintot. A beruházások azonban folytatódnak a városban. Így például a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése is javában zajlik. A Dombóvári Sport és Szabadidő Centrum is meg fog épülni, bár a források egyelőre még nem állnak maradéktalanul rendelkezésre. A pünkösd eredetileg egy vallásos ünnep, ami a húsvét után az 50. napon kezdődik, de számos népszokás és hiedelem is kapcsolódik hozzá, amik a természet megújulásával fügtek össze. Ezek közül kiemelkedik a pünkösdi királyné járás, a pünkösdi király és királyné választás. Ilyenkor táncmulatságokat, párválasztó ünnepségeket is tartottak az emberek. A Sárközben ezt az időszakot zöld farsangnak is nevezték. Ezen a tájegységen egyéb érdekes tradíciók is elterjedtek. Énekelve vonultak népviseletbe öltözött lányok ezen a felvételen. Régen többek között így, táncolva, úgynevezett pünkösdi királyné járással ünnepelték a pünkösdöt. Ilyenkor termékenység varázsló mondogákat is mondtak. A pünkösdhöz egyéb népszokások, hiedelmek kapcsolódtak. A legismertebb ezek közül az előbb említetten túl a pünkösdi király és királyné választás volt. Ez hatalmas előnyt jelentett. A pünkösdi király egy évig mindenféle lakodalomra, mulatságra hivatalos volt. A kocsmában ingyen ihatott. A lovát legénytársai gondozták. Kisebb vétségek elkövetése felett pedig szemet hunytak a közösség tagjai. Ezen túl pünköstkor egyéb mulatságokat, szertartásokat is tartottak az emberek. Zöldáskordás, táncmulatságok, különböző tavaszi játékok, párválasztó, udvardoszokások, nem véletlen, hisz a Sárközben például ezt az időszakot a húsvét és a pünkös közti időszakot zöld farsangnak is nevezték, ugye, ami a farsang volt a megismerkedésnek a
fiatalok párválasztásának időszaka. Régen nem csak május 1-én, hanem pünköstkor is állítottak májusfát, ami a zöldelő ághoz hasonlóan a természet állandó megújulását szimbolizálja, valamint az udvarlás szándékának is kifejezője volt. A Tolna megyei német nemzetiségnél azonban egy egészen szokatlan családi tradíció terjedt el. A pünkösdi lustálkodónak, vagy a pünkösdi lustának a megjelölése családon belül, ez azt jelentette, hogy aki a családban legkésőbb kel föl pünköstkor, általában valamelyik gyerekről van szó természetesen, ezt nevezték ugye pünkösdi lustának, és ez rajta maradt a következő esztendőig ez a kifejezés. A pünkösd eredetileg egy vallásos ünnep, ami a húsvét után az 50. napon kezdődik, de nem sok mozzanat fedezhető fel a zsidó kultúrkörből átvett eredetéből, mondta Csapai János, múzeológus, néprajzkutató. Az ünnepeink közül ugye a pünkösd az az ünnep, ami érdekes módon ugye a keresztény ünnep, az egyházi ünnepeknek, vagy fő egyházi ünnepek sorába tartozik, ugye karácsony, húsvét után a pünkösd a harmadik fő ünnep. Viszont a pünkösdi hagyományok kötődnek a legkevésbé a Bibliában leírt eseményekhez. A pünköst 2020-ban május végére esik. Pünköst vasárnap május 31-én, pünköst hétfő pedig június 1-én van. Híradónk végén Baranyai témáink még egyszer röviden. Változik a pécsi időseket segítő program, az enyhítések miatt módosul a papi. Trianoni emlékművet avatnak Vajszlón, a békediktátum 100. évfordulójára emlékeznek a településen. Elszaporodott a dió rovarkártevője, de lehet védekezni a dióburok fúró légy ellen. Harmadik helyen zártak, nem hivatalosan a mohácsiak, emlékplakettet kapnak a játékosok és a stábtagok. Kedden közepesen felhős, szeles napra számíthatunk, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet reggel 10-12, napközben 20-22 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!